Magyarországon új törvény van, amit megcsináltunk és bevezettük, hogy 10 eurót kell minden tonna lerakott szemét után fizetni. Tehát ez egy büntetés, be kell fizetni az államnak. Tehát ilyen formán a cégeknek, a szemetes cégeknek, kukás cégeknek nem éri meg lerakni a szemetet, hanem abban beruháznak, hogy utóválogassák. Tehát lakossági szelektív hulladékgyűjtés, sárga kuka a műanyagnak, kék kuka a papírnak, fekete kuka ömlesztve az összes többi dolognak, és ugyanakkor pedig ne érje meg lerakni, de amit meg szelektíven gyűjtenek a lakosok, azt a cégek, a szemetes cégek eladják, abból van nekik bevételük.